A háromnapos német nemzetiségi hétvégét június 29-e és július 1-e között immár 11. alkalommal rendezte meg Ajka Rendek település. A falu elején a bicikli úton Józsi Féda und Rézi mám a két nemzetiségi ruhába öltözött Szalma Bála pár fogadta a vendégeket, akiket az Ajka Rendekért Egyesület tagjai nagy gonddal csinosítottak erre a jeles alkalomra. A bábok még fényvisszaverő gombokat is kaptak, hogy este is mindenki megcsodálhassa őket. A rendezvénysorozatot pénteken este 6 órakor a falu művelődési házában Tölt Zoltán, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke magyar és német nyelven nyitotta meg. Én már 23. alkalommal rendezzük, körülbelül 11 éve háromnapos, és péntek este 6 órakor, 7 órakor kezdődik a nyitó előadás, nyitó program. A programok kivitelezésén szembetűnő volt, hogy a rendeki közösség mennyire összetartó. Én úgy gondolom, hogy itt Ajka Rendeken ilyen a szellemiség, tehát ez egyszerűen benne van a levegőben. Idéznék egy Ajka Rendekről kitelepítettet, aki sajnos már nincsen köztünk, de ő mesélte, hogy élete során nagyon sok országban járt, nagyon sok helyen járt, de az Ajka Rendeki levegőnek nincs párja. Dr. Orosz László, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, idén is érdekes előadást tartott. Előadása kapcsolódott ugyan a tavalyi témához, de nem annak a folytatása, hiszen most a Trianon előtti időkről beszélt. Az, amit én az elmúlt évben itt elmondtam, az első világháború és a második világháború közötti viszonylag rövid időszaknak a története, amely sajnos talán a legszomorúbb szakasz a magyarországi németek történetében, az előkészítetlennek tűnik akkor, hogyha nem nézzük meg, hogy az 1918 előtti időszakban hogyan alakul a németeknek a magyarsághoz való viszonya. Egyszerűen érthetetlenné válik az a dolog, az a dilemma, ami megosztotta a magyarországi németeket 1918 után, vagyis az a dilemma, hogy sikerül-e nekem megmaradnom, megőriznem német nemzetiségemet, és ezt összhangba hozni a magyarságommal. Német nemzetiség és magyar hazafiság összeegyeztethetősége az vajon működik-e? Láttuk, hogy a két világháború közötti időszaknak a történeti tapasztalata azt mutatja, hogy ez sajnos nem sikerült, és ez elvezetett egy olyan tragikus dologhoz, mint a világháború utáni kitelepítés. Jelezni akartam azonban, és ezt mindenféleképpen azt szerettem volna, hogyha látják az itt lévők, hogy 1000 évig 1918 előtt egy békés szimbiózis volt magyarság és németség között, és ez a békés szimbiózis akár tovább is fennmaradhatott volna. Gyakorlatilag én azért jövök ide szívesen, mert Rendeken egy olyan közösség hallgatja az én előadásomat, amelyik fogékony mindenre. Hideg fejjel, unott arccal az ember találkozhat éppen elégszer konferenciákon, hogyha olyasmiről beszél, ami a másikat nem érinti meg. Ha az ember idejön Ajka Rendekre, itt biztosan olyan fogadó közegben mondhatja el az előadását, ahol minden rezdülésre az emberek reagálnak. Látom az arcukat, a grimaszukat, a szemöldök felhúzásukat, és tudom, hogy akkor melyik irányba érdemes tovább mennem. Ez egy fogékony közösség, mert német származásúak, mert van közük ezekhez a dolgokhoz, és nem tudják elengedni a fülük mellett. Gyakorlatilag azt próbáltam meg, hogy egészen a magyar államalapítástól kezdve végignézem azt, hogy a magyarországi németek, a Kárpát-medencei németek mikor, milyen körülmények között érkeztek az országba, milyen kapcsok fűzték össze őket a régi hazájukkal, és hogyan alakult az életük az új hazában. Megpróbáltam megkülönböztetni egymástól a különböző település területeken élő kárpát-medencei németségnek a sorsát, és próbáltam jelezni azt, amit egyébként mindenkinek szeretnék a figyelmébe ajánlani, hogy semmi esetre sem egy egységes közösségről beszélhetünk a magyarországi németek esetében, hanem ahány település terület, annyi sors, annyi különböző út, annyi különböző megoldási kísérlet arra, hogy hogyan mentsék át magukat, és különösen az első világháborút követő időszakban, amikor a szétaprózódás megtörtént, akkor annyi különböző tragédia történt ezekkel a németekkel. Én hiszem azt, hogy ha nem következett volna be Trianon, nem következett volna be a szétaprózódás, akkor a történeti Magyarország előtt, történeti Magyarország németsége előtt egy prosperáló időszak állhatott volna. Így azonban az egész egy zsákutcába, egy tragédiába, egy kudarcba fulladt, amire itt a Ajka Rendeki németek is évről évre mindig megemlékeznek.
A program végén minden vendég megkóstolhatta a Dália nyugdíjas klub tagjainak jóvoltából Ajka rendek legnagyobb darás gyümölcsös keltrétesét. 4 dagasztotta, 2 pedig a belevalót készítette elő, ami buzadara, kefir, cukor, étolaj, meg 4-5 tojás bele. És akkor ez volt ugye a megolajozott kertésztának az aljára rakva, és akkor a gyümölcsöt szórtuk még rá. És éppen fölgöngyöltük, mint a rétest. De ugye rendeki rivizli meg megy ledvere, akkor? Természetes a biokertből, a saját biokertből, nem vásárolt. Mekkora lett ez a kalács? Hát 1,10 m a Pepsi hossza, és olyan 1,5 m széles, és ezt még 2-vel meg kell szoroznunk. 8 kiló liszt, akkor ugye a tésztához élesztő kefir, meg jól ki kellett dagasztani, hogy aztán lehessen nyújtogatni. Úgy tudom, hogy kemencébe készült. Mennyi ideig sült egy ilyen nagy kalács? Hát nagyon-nagyon odafigyelt a töltlijani, mert ő kezeli a kemencét, mi meg ragaszkodtunk ahhoz, hogy 180 fok körül lehet csak a hőmérséklet, mert volt tavaly egy kis sötétebb kalácsunk, és ugye az még a tanulás volt. Most már tudtuk, hogy 180 fok, amikor nagyobb volt, ki kellett szellőztetni, és visszaesett a hőmérséklet, akkor be lehetett rakni. Körülbelül 35-40 perc kellett neki, 170-180 fokon. Mondjuk el azt is, hogy mi lesz ennek a kalácsnak a sorsa? Hát a sorsa, ha körülnézek, úgy látom, hogy fogy. Fogy, egy kis tartalék még van, amit esetleg a hídavatásra oda viszünk, de én nagyon bízok benne, mi akkor vagyunk nyugodtak, ha el is fogy minden. És hogy látta, hogy sikerült? Minden úgy volt, ahogy megtervezték? Ha sokan vagyunk, akkor nem mindig úgy alakul, de a vége jó lett, és az a lényeg. Nagyon finom, nagyon raza. Át van sűve, ízletes, nem túl édes, nagyon-nagyon finom. Nagyon finom volt. Tudjuk, hogy ezek az asszonyok mindig nagyon finomakat készítenek, úgyhogy örömmel jöttünk és kóstoltuk meg, és ma sem csalódtunk bennük. A finom étel és a jóbor mellett szívesen beszélték meg a vendégek a hallottakat, miközben az asztalokon Kancler Melinda dekopázs és Horc Pitel Ajka rendeken élő német nyugdíjas makett kiállítását is megcsodálhatták. A program 8:30 hídavatással folytatódott. Az Ajka rendekért egyesület tagjai és a Dália nyugdíjas klub az Ajka 60 programsorozat részeként előző héten szivárvány színűre festették Ajka és Ajka rendek kivezető hídját, amit most az ünnepi hétvégén avattak fel, és egyben új nevet is kapott. A híd, ami egykoron családokat választott el egymástól, mostantól a kapcsolatok hídja nevet viseli, melynek a piros drót szíveire most az összetartozás lakatjait is elhelyezték. És engedjétek meg, hogy Svadvér a polgármesternek és Pálkai Péternek is átadjam az üdvözletét, ők sajnos most külföldön tartózkodnak, de a koszorúzásra vasárnap már hazaérnek. A hídak általában kontinenseket, országokat, városokat kapcsolnak össze, és jelen esetben nem csak a híd két oldalát, illetve a folyó két oldalát kapcsolják össze, hanem természetesen Ajka várost és Ajka rendeket is, amit szeretnék most jelképesen én is összekapcsolni, úgyhogy ha megengedik, fel is helyezni, én is alakatom a... Annak idején, körülbelül 250 évvel ezelőtt a svábokat ide a Német utcába, úgynevezett Német utcába telepítették, amit most már másképp hívnak, és azért lett Német utca, mert nem volt neve régebben. És a magyarok, azok pedig itt a Rendeki utcában, amit régen Magyar utcában, Nagy Magyar utcának is hívtak, mert nem volt neve az utcának, de a két nemzetiség a két utcában élt. Ez a híd összeköti ezt a két utcát, és csak annyi jut eszembe, hogy az, amit Rendeken ma látható, az a magyarok és a sváboknak a gyümölcse. És most fel szeretném helyezni én is emelapot.
Köszönjük szépen! Szombaton az iskola udvarán reggel 8 órától délutánig foci meccseknek szurkolhatott a közönség. Az Erdősi Mihály Német Nemzetiségi Kupát minden évben megrendezzük az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Napok keretein belül. Erdősi Mihály, aki kortársunk volt, egy itt a pályán társadalmi munkában egy balesetben vesztette sajnos életét. A mérkőzések most még betonos pályán folytak, de Schwarz Béla polgármester szerint a következő esztendőre elkészül itt a műfüves pálya. Reményeink szerint a következő évben már műfüves pályán játszhatnak a kispályás bajnokságban résztvevő ajkarendeki csapatok, és a vendégeket is ezen a műfüves pályán fogadhatják. 15:30-tól az Ajkarendekért Egyesület immár a 9. családi délutánjára várta a szórakozni vágyókat. Minden évben nagy népszerűségnek örvend az Egyesület családi napja. Bizonyítja ezt az is, hogy egyre többen látogatnak ki ajkarendekre a környékbeli településekről is. Az iskola előtt közben szép számmal gyülekeztek a régi járművek és motorok, hogy részt vegyenek a már hagyományos oldtimer felvonuláson. Én ezt a két járgányt hoztam ide. Tavaly is, meg az idén is. Hát egyik az 55-ös kiadása a Csepel. Ez valamikor egy rotációs kapart hajtott, és szerencsére megbecsültem a többi részét, és most egy pár éve raktam össze. Azt meg úgy kaptam a Simpsont, hogy némi munka fejébe, aztán ezt is úgy nagyjából rendbe raktam. Ezt sorakoznak, ott van 7 darab. Összesen egy traktorom van, az a Tósokon szokok megjelenni még, meg most még egy Danubiát rakok össze, ami jövő hétvégén lesz lefújva, aztán azt is ilyen szépre szeretném, hogyha sikerülne. Hát annyi mindent tudni kellene, hogy első tulajdonosok. 58 óta a mi tulajdonunkban van, amióta kijött a gyárba, azóta mi tulajdonunkban van, most tavaly föl lett újítva, föl lett az is. Azóta használom. Azért lett oda a kocsi amúgy, hogy az unokámat tudjam vinni, meg én nekem is kényelmesebb. Míg tartott a felvonulás, amikor az iskola udvarán már előkerültek a bográcsok és a sütők. Böhm László is lelkes segítő csapata már 3 éve süti a hagyományos rendeki retro lángost. Hú, ezt nem ismerem megmondani. Hát ön 400. Tavaly mennyi volt, ami elfogyott? 360. És most egy picit növeltük. Nem tudom, hogy jó ötlete, de így döntöttek a lányok. A Nándi kolbászát, aki a kezdetektől résztvevője az eseményeknek, senkinek nem kell bemutatni. Mindig hosszú sorok állnak a sütője előtt. 30 kiló kolbásszal. És ez milyen húsból van? Hát disznó, sertés húsból. Úgyhogy... És szerinted minden fog fogyni? Hát eddig még minden elfogyott. Igyekszünk finomat csinálni. Azon voltunk tegnap egész este, 11-ig töltöttük a kolbászt. A kolbász egyedi és különleges ízét mindenki felismeri. Sokan próbálták már megfejteni a receptet, de Nándi továbbra is hétpecsétes titokként őrzi azt. Még csak félúton vagyunk. Igaziból bajor káposztát csinálunk. Hagyományos, régi bajor káposztát. A főszakácsunk Stadler Vilmos. Igen, na most... A különbség az hasonlít a székelykáposztára, de ilyen szép nagy farokcsontok vannak benne. Csülökcsont van meg. Az a helyzet, hogy a csontokat kivesszük, mert azért nem akarjuk, hogy a pékatillának fönnakadjon. A szálka helyett a csont. Az Ajkarendekért Egyesület bográcsánál is lázas munka folyt. Ott jártunkkor éppen Pék Zsuzsanna Szuzi fűszerezte a pikáns mustáros szószos sörös csülköt, amit a délután folyamán zsemlegombóccal kínáltak. Hát, ha minden igaz, akkor sörös csülök készül. Zsemlegombócot délelőtt már megcsináltuk hozzá, és hát még nagyon-nagyon az elején tartunk. Ez egy pikáns, mustáros, szószos valami lesz. Szóval nem pörköltes, hanem egy kicsit pikánsabb. Július első hétvégéje mindig a Német Nemzetiségi Hétvége, és az Ajkarendekért Egyesület immáron 9. alkalommal, mert mi most 9 évesek vagyunk, felvállalta a szombat délután szervezését, és nagy részben ez egy családi délután szokott lenni, éjszakai bála hajnalig tartó, ami most a Johannes Kapelle fogja a talpalával ott húzni. De így délután először is bográsfőzőverseny. A bográsokban sok minden rotyog most már, nagyon finom illatok vannak, majd lesz egy zsűrizés, és akkor utána egy kis vacsorával zárjuk, ahol mindenki egy karszallag vásárlása után, ami csak 500 forint, minden megkóstolhat, mindenből
ehet. A gyerekeknek természetesen ingyenes gyerekprogramok, hát itt az iskola mellett légvár található, ott már javában ugrálnak a gyerekek. Aztán arcfestés a gyerkőcöknek, a kisebbeket a babama a kuckó várja, Muci nénivel és Marikával. Nomádia büfé az folyamatosan működik egész délután, egészen hajnalig. Jött ugye a tűzoltó bemutató, ami most ért véget, és várjuk a Pulzus együttes éppen most szerel, és a gyerkőcöknek egy félórás műsort, mi ehhez majd buborékfújót biztosítunk. Majd a Kabóca Bábszínház érkezik 7 órától 8 óráig egy nagyon jó pofa műsorral, de közben, hogy azért ne unatkozzunk, a Rokisok egy pár perces előadást tartanak, ha minden igaz, 40-50 kislány fog itt ugrabugrálni. És az estét, mint már említettem, az éjszakai bállal zárjuk. A hátunk mögött kötögetnek az asszonyok, de most nyár van. Miért kötögetnek sálat? Amikor meghirdette Ajka a várost, akkor úgy gondoltuk, hogy most hát sokat gondolkodtunk rajta, hogy hogyan is köszönthetik illendően. És mivel Ajka rendek csatlakoztatva lett Ajkához, és hogy ezt a barátságunkat kifejezzük, ezért elkezdtünk kötni egy sálat, két ember köti folyamatosan. Minden alkalommal, amikor a kultúrban ott van, akkor két mamát azért mindig lehet látni, hogy ott kötögetnek, vagy anyukák, vagy fiatalok, és az a lényeg, hogy ez egy folyamatos kötés, most jelenleg 23 és 25 méter között van a hosszúsága, ezt egy éve kötjük, azért nem olyan szapora, elmondanánk, mert vannak vékony fonalak is. A lényege, hogy jövő ilyenkor szeretnénk Ajka és Ajka rendek tábláját összekötni sállal és emberlánccal. Ezt egy esti programnak gondoltuk ki, és akkor gyertyafénnyel egy kicsit éneklünk, és megünnepeljük, hogy Ajka 60 évvel ezelőtt várossá lett nyilvánítva. Vasárnap reggel 8-kor zenés ébresztővel keltették a lakosokat, így gondoskodtak arról, hogy mindenki felkeljen, és az ünnepi szentmiséről senki el ne késsen. A német nyelvű szentmise 11 órakor kezdődött dr. Csernai Balázs atya celebrálásával a Szent Márton templomban. Délben koszorúzással és megemlékezéssel folytatódott a program a világháborús emlékműnél, ahol Tölt Zoltán a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében mondott beszédében arra kért mindenkit, hogy maradjunk meg jó svábnak, jó magyarnak, hiszen, mint mondta, a kettő nem ellentétes egymással. Ezt Magyarország történelme során a svábok már számtalanszor bebizonyították. A koszorúzáson Ajkaváros nevében Schwarz Béla polgármester, Pákai Péter és Pék Attila önkormányzati képviselő helyezte el az emlékezés virágát, valamint koszorút helyeztek el a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Ajka rendeki Német Nemzetiségi Dalkör, Lasober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktatóiskola, Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Központ, valamint az Ajka rendekért Egyesület. A Német Nemzetiségi Kulturális Műsor a 16 órás közös felvonulást követően kezdődött. A magyarországi németek himnusza és a nemzeti himnusz közös eléneklése után a programot Tölt Zoltán nyitotta meg. A háromnapos rendezvénysorozat zárásában a Városlődi Pergő Rozmarik táncegyüttes lépett a színpadra. A táncegyüttes 1964-ben alakult, és azóta is a magyarországi német nemzetiségi kultúra ápolásával és elsajátításával foglalkoznak. Rendekre mindig szívesen jövünk, itt a nemzetiségi találkozón egy nagyon jó hangulatú műsort adunk, illetve nagyon jó a közösség, ezért német nemzetiségi táncokat táncoltunk Morágyról, illetve Száról. Elsőként az Ajka rendeki Regenbogen nemzetiségi óvoda nagycsoportosai mutatták be táncukat, akik már 2002 óta rendszeres fellépője nemzetiségi hétvégének. A csoportot Orbán Lajosné és Vukárita tanította be. Az Ajka rendekért Egyesület tánccsoportja szintén aktív résztvevője a faluk közösségi és kulturális életének. Rengeteg sváb szokást elevenítenek fel, nevezetes napokhoz fűződő összejöveteleket szerveznek. Az Ajka rendeki német nemzetiségi dalkört mintegy 200-nyian látogatják rendszeresen. Előadásukban most is előnyben részesítették a helyi dalokat. A műsor elején két lirai, kicsit szomorkásabb hangulatú dalt énekeltünk csokorként, a végén meg ennek ellentétét egy nagyon vidámat, és mind a két blokknál arra törekedtem, hogy meglegyen a magyar változata. Hey!
Igen, két szalmabába áll kint, és őket most már el is neveztük, és úgy hívják őket, hogy Rézi Mám és József Féda. Ők köszönték az ajkarendekre bejövő embereket. Mi úgy gondoljuk, már látunk többen, hogy fényképezkednek előtte, és itt az iskolánál pedig egy gyermekbábó várja az érdeklődőket. Az egyik oldala a lány, a másik oldala a fiú. Nevük még nincsen.